Sziasztok! Holnap este, csütörtökön este gyűjtünk meg Hanuka első gyertyáját. És folyamatosan minden este egyel több fogunk gyűjteni. Mikor kell gyűjteni a Hanukai gyertyát? Hétköznap este, azt jelenti csütörtökön este, illetve vasárnaptól és tovább, akkor kell gyűjteni naplemente után. Azt jelenti valamikor 4 óra után, ha valaki ilyen vékony gyertyákat gyűjt, akkor jobb, hogy ne gyűjtsön korábban, mint 4:45, 4:45-kor. Mert kell, hogy égjen legalább egy 1/2 órát, amikor már sötét. Péntek délután, akkor természetesen nem lehet gyűjteni ilyen későn, a szombat bejövetele miatt, ezért péntek délután akkor kell gyűjteni, mielőtt a nők gyűjtenek a szombati gyertyát, ami azt jelenti, hogy a naptár szerint a gyertyagyűjtés az 15:34-kor, 15:10 után már lehet Hanuka gyertyát gyűjteni, de akkor igyekezni kell, hogy legyen egy kicsit vastagabb gyertya ennél. Miután gyűjtöttünk a Hanukai gyertyákat, azután lehet már gyűjteni a sábeszi gyertyát. Szombat este, a sábesznek vége van 16:45-kor, 3:45-kor megy ki a sábesz, akkor esti imát mondjuk, havdalát mondjuk, elválasztjuk a szombatot a hétköznaptól, aztán lehet már gyertyát gyűjteni. Hogy kell gyűjteni a gyertyát? Első este jobb szélen kell tenni a gyertyát, és mondani rá az áldást. Második este mellette teszünk egy újat, és amikor meggyűjtünk, kezdünk a bal oldalival, és aztán megyünk jobb felé. A harmadik este teszünk megint egy újat, és megint a szélső bal gyertyával kezdünk, és itt megyünk tovább. Milyen áldást kell mondani a gyertyagyűjtásra? A gyertyagyűjtásnak az áldásai az a 409. oldalon található a Sámuel imájában. Első este 3 áldást kell mondani, a második estétől már csak 2 áldást kell mondani. Hova teszünk a gyertyákat? A gyertyát teszünk a lakáson belül egy központi helyen, mondjuk a nappalinál, a mezuzával szemben. Általában a mezuza az a bejárati jobb oldalon van, a menorát rakjunk a bejárati bal oldalon. Ha valakinek valami miatt nincs mezuzája, akkor teszi a gyertyát a jobb oldalon. Mindenkinek kívánok egy boldog Hanukát. A saját programunk az úgy lesz, hogy csütörtökön este és vasárnaptól keddig minden este 5 órakor lesz a Budapesti Talmud Egylet Facebook oldalán lesz gyertyagyújtás. Velem, és aztán egy éneklés, aztán lesz egy kis tórai gondolat. Péntek délután 3:45-kor lesz a Facebook előadás, szombat este pedig 6 órakor. Ezen kívül vasárnap kivételével fogunk tanulni minden este szokásos időben a Budapesti Talmud Egylet oldalán a szokásos tanulásunkat. Mindenkinek kívánok boldog Hanukát, köszönöm szépen!